Sziasztok, üdvözletem innen, Jávos szállásról. Jelenleg ezt a megállót fogom fizetesebben megnézni. Egyébként a mai terv az, hogy több ilyen régi bezárt önhelyet, meg ugye alig vagy egyáltalán nem működő megállóhelyeket fogok itt a 140-es mentén megnézni. Hát látjátok itt is, hogy a megállóhely még működik, egy pár vonat azért még megáll itt. De személyvonatok közül sem mindegyik, és az is, hogy ez egy térköződ hely volt korábban, és egyébként itt valószínűleg ott lehetett a jegypénztár. Ez pedig a váróterem, de már körbe is van kerítve. Meg szerintem az ajtó is már zárva, USB-lappal benyomva. Azért egy újfajta tábla azért jutott ide. És ugye, hát a peron az meg de hagyományos. Na, majd megnézem belülről is, hát ha látok valami érdekeset. Vagy a 140-es vonal mentén sok helyen akkor szűnt meg a szolgálat, meg a jegypénztár, meg minden más, amikor bevezették a köfit, és már ugye nem volt rájuk szükség. Hát így néz ki. Másik oldalról, hát jobban bemenni nem lehet. USB-lappal végig van rakva. Hát ez csak egy melléképület volt, tehát nyilván nem lakott. És ott még van rajta egy házszám is. Egyébként ez már ilyen külterületi része szatymaznak, János Szálmás. Itt is van, hogy második körzet, anya 8. Ez a pontos házszám. És hát itt vagyunk a peron végén. Hát világítás az van. Már amelyiket még nem csúszlizták ki. És Szatymasz fele nézünk, egy körülbelül egy bő egy kilométer. Innen Szatymasz állomás. És itt pedig van egy kisebb földút, ahol vissza lehet menni az útra. És alig hagytam el Szatymaszt, itt van egy régi őrhely. Valószínűleg térköző őrhely volt itt. Hát valószínűleg nem lakott, de majd elmegyek mellette a másik oldalt is. Meg fogom nézni minden esetre. És egyébként igenis földút megy a vágányok mellett. És egyébként ez majdnem végig így lesz, mert ugye a töltés az két vágánynak épült meg, viszont itt egy vágányosak, tehát valamelyik oldalt mindig lesz egy ilyen keskenyebb, akár vagy szélesebb keskenyebb, de valamikor a földút mindig lesz. Ugye a második vágánynak a helye. Hát így néz ki a másik oldalról. Hát nem úgy néz ki, mintha lakott lenne. Ugye az áram sincsen bevezetve. És itt vagyunk már Vilma szálláson. A peron kezdeténél, Szatymasz felől. Itt van egy szelvénykő, 992-es. Hát az eső rendíthetetlenül szemel ki, de komolyabban nem kezdett rá, úgyhogy nagy baj még nincsen. Hát különben is, hát majd akkor kell menni biciklizni, mikor jól esik. Na és hát így néz ki Vilma szállás. Ugye, szokásos térvilágítás, itt azért még lámpák nagy része működik. Gondolom jobban szemelőt van, és nem csúszlizták ki, és itt van maga az épület. Vonat jelentő térköző hely lehetett valószínűleg ez is. Meg volt egy kiadás, ami közelebbről megnézem, meg az utcafrontról is. És mindjárt megmutatom a menetrendet. Itt azért már némileg több vonat áll meg. Ugye látjátok, hogy Szeged-Kiskunfegyháza, tehát 8.32-kor fog menni Szegedbe, viszont utána van egy 6 órásuk a menetrendbe. Tehát 9.23-tól 10.23-ig semmi. És hát ugye milyen megállóhely, így a vágányszámot sincs hova kiírni. Tehát ott van 8.33-kor megy Kiskunfegyháza fele. Aztán a legközelebb már 15.33-as. Tehát a kötelező menetrend és tájékoztató az kint van. És bizony így itt van az épület, zárva van. Igen, és ott D betű az a pályatelefon helyét jelzi, 304 meg az azonosító száma az őrhelynek. Amott pedig van egy fénysorompós átjáró. És a háttérben már látszik, hogy jön egy vonat. Sőt, már Szatymazon is benne áll egy, tehát kereszt lesz. Valószínűleg ide ért a legelső 53-as Intercity. Na, így néz ki az utcafronti része az épületnek, hát
le van lakatolva, meg OSB lapozva is be van, van egy melléképület is mellette, az sincs jobb állapotban, de ide be van vezetve a villany. És hamarosan jönni fog egy vonat majd Szatymosz felől. Azt nézzétek, itt van még egy ördhely. Ez biztos a sodompó kezelő volt. Ugye ott egy fénysodompós átjáró, és valószínűleg tekedős sodompó volt, és azt kezelték innen. Illetve onnat jelentő térkező hely lehetett V20-ba. Na ezt nézzétek, ez így néz ki az épület utcafrontja. Itt van egy kerekes kút is. Itt pedig mellette egy melléképület. Hát előjöttem, 961-es szelvény. És itt van őszeszék, és mellette egy vasúthoz tartozó, szerintem szolgálati lakás. Az még lehet, hogy lapott is. Ilyen felújítottnak néz ki. És látjátok, itt van őszeszék megállóhelyi épülete. Egyébként itt is volt válótelem, meg egy kiadás, és nyilván a köfi után megszűnt. Hát itt van a villany bevezetve. Látjátok a teljesen a kapcsolószekrény, és maga az épület. Ja, a régi betűk még megvannak, a neonok rajta már nem. Ugye szintén az épület az be van deszkázva, bemenni nem lehet. Megnézem még az utcafrontját is. És őszeszék megálló, peronszéle. És innen viszont ellopták a lámpatesteket is. De legalább elállt az eső. Úgyhogy innentől már zavartalanabb lesz. És még egy győrhely. Itt egy átjáró mellett. Ez se úgy még, mintha lakott lenne, de azért megnézem. Ez szintén egy fénysorompós átjáró. És itt van Balástya, az első állomás. Hát szolgálat már itt sincsen. Ugye hát ez hozta a köfi. Egyébként egy nagyon szép épület, és az emeleti részén szolgálati lakások voltak, azt talán még most is lakott. Valából szerintem simán ki lehetne adni. Mert ez még jó állapotban van, és hát ugye itt a vonal, vagy a utcafronti szintet azért még megnézem. És akkor itt van az utcafront, a melléképülettel, és itt van a WC mellette. Hát, viszont úgy néz ki, hogy nem lakott. Viszont a bejárat az be van rácsózva, tehát valószínűleg nem lakott. És hát erre fele van a falu.